Egy véletlennek köszönhettem, hogy a borvidékekre ellátogattam, mert Alkonyi László unokatestvérem, aki a Borbarát főszerkesztő volt, segítségemet kérte, hogy a kiadványához az én infrastruktúrális hátteremet tudjuk használni, és kedvet kaptam, megismertem a borászok világát. Talán annyiban különbözik az összes eddigi munkámtól a bor, hogy az nem olyan, amit az ember elkezd, azt utána tovább lépdel pár év múlva, hiszen ha egy szőlőt elültetünk, akkor azt tudjuk, hogy csak 5 év múlva lesz termő. Nagy a felelősség, hogy ezt mennyi ideig és hogy tudjuk csinálni. És azt meg kellett értenem egyrészt, hogy a borhoz kor kell, hogy az ember egy kicsit beleérjen a szőlővel együtt ebbe a világba. És a borászok társadalma az egy nagyon izgalmas, nagyon tartalmas világ. Tehát jó társaságba keveredtem, nem szívesen hagyja az ember ezt csak úgy el egy másik dologért. Nagy valószínűséggel ez most már végig fog kísérni engem a következő pár évtizedben, amíg aktív vagyok, de nem bánom, ahogy nem bánom az előző életeimet se, amiket eddig éltem. Valahogy mindet összekötötte a kreativitás, az innováció. Imádom ezt a világot. Mindehhez, amit csinál az ember lelkesen, kell kitartás, kell szeretet. Nyilván az fontos, hogy az ember ne dolgozzon, hanem azt élvezze, amit csinál, és ne annak munkának fogja föl, hanem egyszerre legyen élvezeti számára. Talán egy valami ezt, ami a mezőgazdaságot általában a többitől elválasztja, az pedig az alázat. Ha valaki borász, akkor pontosan tudja, hogy egy idő után harmóniában kell élnie a természettel, máskülönben nem fog tudni dacolni. Nyilván a víz az úr, azért, mert tudjuk jól a versből is, hogy látszólag az ember mindent ural, de nem. Gyakorlatilag akkor lesz szép bora az embernek, ha szép szőlője van. Akkor lesz szép szőlője, hogyha figyeli azt a környezetet, ami a szőlőt körülveszi. Tehát együtt kell élnünk vele, és ehhez nagyon sok kitartás, alázat és harmónia kell. Ez minden más szempontból is megnevelje az ember. Azt gondolom, hogy ez a mértéktartás az, ami a borászokat minden mástól megkülönböztetni. Minden évben egy új küzdelem, amikor elindul a meccéstől a szüretig tartó időszak. Tehát egy ilyen őszi időszak, amikor szüretelünk, az a munkánknak, az elmúlt egy évnek a koronája, megkoronázása. Én évről évre azt érzem, hogy egyre kevesebbet tudok, egyre bizonytalanabb vagyok abban, amit csinálok, ami azt jelenti, hogy a határozottságom, ami a médiából velem jött, azért az egyre inkább egyfajta ingoványos bizonytalanságra vált, ami nem feltétlenül rossz, az ember tanulni akar. 2004-ben, amikor Magyarország az EU-hoz csatlakozott, akkor mi voltunk először egyeken, akik megszerveztük a Kárpát-medencei borász találkozót, ahol felvidékről, Vajdaságból, Aradménes-hegyaljáról, tehát mindenhonnan jöttek, Kárpátaljáról nem. Tehát én, amikor elvállaltam ezt az előadást, akkor az egyik szándékom volt, hogy itt egy picit körülnézek, megismerjem azt, hogy Kárpátaljáról hogy lehet borászokat behozni a Kárpát-medencei vérkeringésbe. Mi ugyanis nagyon sok olyan országos boreseményt szervezünk, borászok borászát, borkonferenciát, ami országos pezsgőkonferenciát, és tudom, mert a feleségem beregszászi születésű, hogy itt nagyon értékes lehetőségek vannak. Nekem egy-két nevet is mondott az Ildi, amikor idejöttem, hogy kikre figyeljek, és most már gyűlik a nevemben egy-két névjegy. Tehát nagyon remélem, hogy igazán ki tudjuk majd a Kárpát-medencét egészíteni, és akár a főkonzul úrnak a segítségét is fogom kérni, hogy megnézzük Kárpát-medencében a Kárpátalja helyét. Nagyon jó adottságokkal bír, és azt látom, hogy egyre jobban, ez a borkonferencia is jelzi, hogy egyre jobban alakul itt is a borturizmus, illetve a borkészítés. Nyilván az adott törvényi hátterek meg lehetőségek korlátoznak, vagy segítenek minket. Ezen nyilván itt is még dolgozni kell, de a számomra nagy öröm az lenne, hogyha úgy tudnék innen hazamenni, hogy egy csomó tapasztalat mellett egy-két olyan konkrét idevaló kárpátaljai borászatnak a lehetőségeivel is tudnék hazamenni, illetve meg fogom kóstolni majd a borokat.